Szervusztok, sziasztok! Concerto is üdvözöl mindenkit, és egy Alfa Romeo emblémát látunk egy hatalmas grilláccsal. Na de vajon hol vagyunk? Concerto, hol vagyunk? Ja, itt vagyunk, csak félrecsúszott. Persze, hát M3 autópark, hát hol lennénk máshol? És ő bizony egy Alfa, ahogy láttuk az emblémából, egy Alfa Mito, ami egy ilyen kis háromajtós kis igazi városi járgány, és gyönyörű szép állapotú, mint látszik. Ugye alul tele van ilyen rácsokkal, ilyen kiágaskodó spoilerekkel, tehát nagyon dizájnos az autónk. Nagyon szépek a lámpái, és ilyen króm keretekkel vannak a lámpák is így körbe végig. Ugye ezt végig kísér minket, majd ez a króm keret, látni fogjuk. Ugye kerekei azok ilyen szemperit gumikkal vannak szerelve, és gyönyörű szép a járgányunk. Íme a króm dolgok, már mutatja is Concerto, bizony ezeken a kilincsek is így csillognak, villognak, és ezek a kis díszlécek is itt az ablakok alatt is végig gyönyörűen fölkanyarodnak. Na és akkor nézzük a hátulját, ugye a hátul is a hátsó lámpa is ilyen szépen ki van emelve, és egy darab kerek dizájn, amiben minden funkciót belepréseltek. Láthatjuk azt is, hogy bizony a járgányunk tolatóradaros is, ott vannak a szenzorai, és azt láthatjuk még, hogy ilyen érdekes, nagyon szép az alsó betét is neki, tehát nagyon mutatósá sikerült, de hát ugye az Alfák azok amúgy is minden típusa régebben is nagyon szép és mutatós darab volt, jó dizájnnal jött ki ez a gárgány. Rengeteg gyári extrával majd látni fogjuk, és hát azt látjuk kívülről, hogy nagyon tökéletes, pompás állapotban van a karosszéria. Nézzünk bele esetleg a motortér, vagy a csomagtartóba is. Na de hol nyitjuk? Mert ugye itt nem látunk semmit. És akkor kiderül, hogy hát nem az az ablakmosó Concerto, nem. Kiderül, hogy itt kell megnyomni, így van, igazad van. Tehát ezt, ha megnyomjuk az emblémát, meg kiugrik, és akkor nyitható könnyedén. Úgyhogy oda rejtették el a mikrokapcsolóját az embléma alá. A csomagtérnek, és így megy egy kis fogantyú, ott tudjuk megfogni és visszacsukni. Nagyon könnyedén nyílt egyébként, jók ezek a teleszkópok is, nagyon jól tartják a csomagtérajtót. Ugye a kalaptartónk is rendben van, a helyére teljesen beugrott. Itt pedig azt látjuk, hogy minden kressz tartozék és teljes tisztaság és rend. Van kis fogantyunk, amivel ezt meg tudjuk fogni, tehát nem kell sokat bénázni, és föl tudjuk emelni, hogy mit láttunk a pótkerék helyén, és ott van bizony a pótkerekünk, ugye itt mindenféle kis súlytáblák is, és emelő és tartozékok, kerékkulcsok, és egy mankókerék, ami még nem is volt fönt ráadásul, tehát egy mankókerékkel adták el a járgányt. Nézzünk bele akkor, hogy néz ki az utasterünk tovább. Concerto imádja ezt az ajtót, tudjátok miért? Mert nézd, hopp, hát ez hihetetlen. Fölcsukódik, bizony nincs kerete, és a keret az ilyenkor így záródik. Concerto most már ne szórakozz többet, hát ezt most már láttuk, hogy ez ilyen ez az ajtó, és ő pedig mutatja, hogy bizony nem csak az ajtó, hanem belül a kárpit is nagyon szép, ugye ilyen több betét van benne, van ez a bordós, és hozzá még jön egy ilyen ezüst betét is. Íme a kárpitok is követik ezt a dizájnt, így néz ki, légzsákok azok mindenhol, függöny légzsák is természetesen, ugye ott látjuk, hogy jelzi is a kis műanyag embléma. Hátul ugye izofixes ülések látszanak, ott állnak kint a bekötési pontok, és van egy ilyen kis könyöklőnk is, amit itt véletlenül kinyitottunk, de így néz ki, így lehet visszacsukni, és több funkciós, tehát ki lehet egy ilyen kis dobozkaként is használni, és föl is tudjuk így különböző pozíciókba állítgatni, egészen ide föl, hátra, hogyha esetleg nem használnánk. Van még egy ilyen nagy erejű feszültségünk is itt, tehát jelzi, hogy vigyázzunk, mert ott egy kis konnektor, illetve azt látjuk, hogy egy 6 sebességes váltógombbal van, tehát ő egy 6-os váltóval jött ki, ugye egy multi-érrendszerű motor, tehát tudjuk szabályozni esetleg a teljesítményét, ugye van automatállás, és van egy dinamikus is, a normál pedig középen szelepeket tudjuk vezérelni, és ugye ez a multi-ér, ez egy ilyen saját fejlesztése volt akkor az Alfáéknak. A fejegységünk is ugye szép dizájnos, teljesen beilleszkedik ide a középső konzolba, és digitális klímaberendezéssel szerelték az autót, ugye
így már mind a két oldalra külön-külön tudjuk szabályozni, és az ablakfűtésünk is itt kapcsoljuk. Belül a dizájnunk is hasonló, tehát itt a műszerfal is ugyanilyen színű, ahogy körbe az alja, tehát nagyon szép. Szereltek ide még egy plusz navigációt is, hogyha valaki esetleg eltévedne, és egy ilyen több részes, többbetétes, nagyon gyönyörű, szép és jó állapotú bőrkormányunkkal van szerelve az autónk. Na nézzük! Láthatjuk, hogy esőszenzoros is, és azt is láthatjuk, hogy A betű van a fényszoron, tehát ő is akkor egy ilyen lámpaszenzoros is. Bizony a lábunkra is vigyáznak, ő ugyanis tért légzsákos, ott jelöli. És azt is láthatjuk, hogy ő egy start-stop rendszerű, és ott van, hogy kikapcsolható benne ez a start-stop rendszer. Tehát nagyon takarékosan is tudunk vele a városban üzemelni. Gyönyörűek az ülések, még a vezető oldalt is, akkor megmutatom, hogyha már itt járunk. És megkeressük akkor a fiúkat, mert ugye még nem láttuk őket, egyiket sem. Jaj, Peti, hát megint itt mit mutatsz nekünk? Valamit hordozol te itt nagyon, hát hova rejtetted? Nagyon vigyázol rá. Ő itt vigyázott, Peti, nagyon köszönjük a gyári kódkártyáira, tehát azok is megvannak neki, és természetesen mondja is, hogy nézzük meg, mert itt rengeteg számla és szervizkönyv is található a kis kesztyűtartóban. Íme, tehát megvannak neki a műszaki vizsgalapjai. Mi áttanulmányoztuk évekre visszamenőleg, és van egy csomó számlánk is az autóról. Méghozzá azt is láthatjuk, hogy cseréltek vezérlést is az autóban, és hatalmas összegeket költöttek rá a közelmúltban. Úgyhogy végig érvényes műszaki vizsgával és minden egyéb tartozékával megvan az autónk, ugye itt van a kis szerviz füzetke is a számlák mellé. Most már akkor csak az van, hogy indítsuk be, hogy ketyeg. Mutatom is nektek. Jó teljesítményű, 100 lóerő fölötti motor. Azzal együtt, hogy kis 1.4-es. Állítható a fényszóró magasság is. És itt találunk még egy tempomat kapcsolót is íme. Tehát az is egy nagyon hasznos extra, egyébként itt kell alul. Így férünk hozzá egy ilyen kis kerek gombocska. Kis kerekecske gombocska, és ott pedig állíthatjuk az ülés magasságunkat, természetesen ugye a vezető oldali ülésen is tudjuk, és az a kormány magasság állító, rosszul mondtam. Na íme az autónk, gyönyörű kis városi mítónk, ahogy ígértem, akkor röffentsük is. Egyet körbejárnak a mutatók, és már jár is. Visszaírja azt is, hogy nyitva van a csomagtér ajtónk, nyitva van a jobb oldali ajtónk, és hát természetesen amúgy minden, ami a motorkontroll lámpákat, meg egyéb kontrolllámpákat érzi, az minden teljesen rendben elalszik. Működik benne a légkondink is, nagyon szépen világítanak belül középen ez a fejegységünk is, gyönyörűen világít. Ezeket itt így kell tekergetni és állítgatni a légbefúvókat, és innen tudjuk egyébként zárni még a központi zárat is. Na nézzük, hogy ketyeg a motor. A motortérben is. Kinyitjuk egy pillanatra. Nagyon mérges jószág. Egészen meddig? 6000-ig is föl lehet pörgetni, ez igen. 82.000 kilométer van benne. Üzemanyagunk is van, tehát bárki kipróbálhatja, eljöhet hozzánk. És természetesen ugye ilyen kis fedélzeti komputer is jár hozzá. Így néz ki, hogyha eltekergetjük a kormányt egyébként, igen. Nézzük meg, hogy mi zakatolt itt nekünk. És hát, ha megtaláljuk Petit is. Őt még nem, vele még nem találkoztunk ma. Bizony itt van. Haj, egyből kiszúrta a szemünket. És nem tudom, hogy mit mutatna nekünk. Valamit ide vart. Ó, hát ez Peti varta. Egy új akkumulátort és egész jó márkásat. Nagyon szépen köszönjük neki. Dokumentált olajcserék korábbról és egészen mostanról is, de ugye ezt megtaláljuk, ennek a számláit is ugye végig könyvelve és dokumentálva. Hát ezzel sem kell foglalkoznunk, ugye 97.400-ra írják a következő olajcserét, 77-től volt neki. Picit csöndbe maradok.
hallottátok, az Alfa motort is, méghozzá ezt a Multiért, és tényleg ez a kis, kevés kilométeres, gyönyörű állapotú autónk vár titeket, tudjátok, 15. kerület, Szent Mihály 90, várnak titeket szakértő kollégáink is, és nagyon köszönöm, hogy így figyeltek és követtek minket. Szervusztok, sziasztok!